lovász? Nem tudja, mi történt az alajúval, amelyik annyira rejtőzködik? Szegényke, nem eszik, csak bujkál a többiek elől. Jó, ez egy szomorú történet. Tetszeni akart a kosnak a szomszéd nyájból. Mi ezen a szomorú? Azután a kos után mindenki megfordul. Mint a színésznők, úgy néznek ki a csajok. És még miket csinálnak? Webkameráznak, fényképezik magukat, aztán az interneten elküldik a kosnak a dögös fotókat. Csak hogy Jancsikám, ez a csajszi másképp fényképezte le magát. Hogyan másképp? Hisz minden fénykép egyforma? Igen ám, csak hogy ő gyapjú nélkül tette ezt. Valamilyen másik okos megtalálta, és mindenkinek szétküldte az interneten. Ő pedig már szégyenkezik emiatt, mert a többiek kinevetik. De most már nem tud mit tenni. Ha egyszer valamit ráteszel az internetre, onnan azt már le nem veszed. Na hát, ez tényleg szomorú történet. Egy fotó gyapjú nélkül. Ha találom azt a fotót. Ne tegyetek fel semmilyen képet vagy videót az internetre fehér neműben, fürdőruhában vagy lenge öltözékben. Ezt bárki könnyen felhasználhatja, vagy nevetség tárgyává tehet.